Tavaly első alkalommal tartottak agrárkonferenciát, akkor a fejlesztések, képzések témákat járták körbe. Idén a biztonságra összpontosítottak abból az elgondolásból, hogy hiába beszélünk fejlődésről, ha a gazdák is termésük nincsen biztonságban, mert ha a gazda bizonytalannak érzi magát azon a területen, ahol van, akkor elmegy arról a vidékről, ezért foglalkozni kell a problémával. A konferencián Hargita megye tanácsának elnöke beszélt elsőként, aki köszöntőt mondott, majd kitért arra, hogy az intézmény tevékenysége miként kapcsolódik a vidék biztonság témakörhöz. A program meghívottjait Bece István megyei tanácsos mutatta be, aki egyúttal megköszönte a magyarországi minisztériumnak a hozzáállást, amit tanúsítanak a határon túli gazdákkal szemben. A Földművelés ügyi minisztérium részéről Tóth Katalin nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár vett részt a konferencián, aki köszöntőjében kitért a migráció témára, amelyet háborús konfliktus vagy éhínség vált ki. Nemzetállamok szintjén kell megtalálni erre a megoldást, megélhetést biztosítani mindenkinek, mert ezáltal lesz értelme az életnek. Megfelelően kell felhasználni az erőforrásokat, saját termékeket nagyobb körökben értékesíteni, exportálni, jövőképet biztosítani a fiataloknak, csak néhányat sorolva azok közül, amelyekben a megoldást látja a helyettes államtitkár. Lázár Zoltán külgazdasági attasé szintén megélhetésről beszélt, ami ha biztosítva van, akkor a fiatalok visszajönnek Székelyföldre. Sebestyén Csaba parlamenti képviselő úgy fogalmazott, ahol a vidék rendben van, ott a nemzet is rendben van. A vidék biztonsága a nemzet biztonságát is jelenti. Szombaton a Csíkszentsimoni ifjúsági fúvószenekar toborozta az embereket az egésznapos rendezvényre, majd a csíkszéki Mátyás Huszár Egyesület tartott lovas bemutatót. A folytatásban színpadra lépett a Kükörcsén és Kankalin néptánc csoport. Viszonylag sokan vagyunk, itt vannak a tehenek, itt vannak a lovak, itt vannak az árusok, a kézműves terméket áruló emberek, és hát én azt látom, hogy az emberek nem csak egymás kedvéért jöttek ki, nem csak a barátságok kedvéért, hanem a jószágokat is megtekinteni, és ünnepelni a nyár termését, az emberi munka gyümölcsét. Ez is ennek a rendezvénynek a célja, hogy kinyilvánítsa a tiszteletét a természet iránt, egymás iránt, a közösségünk iránt, hogy ez a nap a gazdaemberek és a jószágai közös ünnepe legyen. Az illeti program egy szakrális része volt, Huszár bemutatóval, fúvószenekari toborzóval, lassan most következik a tánccsoport, és a délutáni része, úgymond a déli része a programnak az a szavasmarha bemutató, valamint a lovas programok, szekeres ügyességi versenyek, mindenek mellett párhuzamosan ugye van itt a tivai Nagy Imre szakközépiskola által a gyerekprogram biztosítva, valamint a Hargita megyei művészeti népiskolának a gyerekprogramjai, és sok számos helyi, hagyományos termék vásárol, tehát mindenki megtalálhatja a magának úgymond a kínálatot. A nap folyamán díjazták a legnagyobb pityókát termelő gazdát is, az első díjat a Csíkszentmárton és Szőcs Tibor érdemelte ki, az ő krumplia 1785 grammot nyomott. Az egész napos eseménynek egy érdekes színfoltja a Szige gazdák kenyere. Ugye kaptunk adományba 100 darab ilyen kis cipót, és hát azt szeretnénk, hogyha az ide látogató gazdák, vendégek vásárolnának egy-egy ilyen kenyeret. Meg is szabtuk az árát, hogy minimum 20 lejt szeretnénk, és egy átlátszó urna ki van téve, és hát ami pénz begyűl, az itt marad a Szent László házba, hisz ugye itt egy gyerekvédelmi központban vagyunk, és hát 30-35 gyerek él itt, és azt gondoljuk, itt a háznak a fenntartására, annak a hozzájárulása szükség van, és ugye ezáltal is azt szerettük volna, hogy a rendezvény maga, a rendezvénnyel egy kicsit a környéket közelebb hozzuk ehhez a központhoz, hisz azért egy ékszere a térségnek. A gazdanapokon volt szekeres ügyességi verseny, rönkhúzó verseny, lovas bemutató, értékelték a csíkszéki gazdák szarvasmarháit, volt kisállatkiállítás, de a látogatók apraja és nagyja is talált magának megfelelő szórakozást a ragyogó napsütésben. Az idei gazdanapok Republik koncerttel zárult.